Az 1956-os forradalom leverése után Pécs környékén néhány száz forradalmár felesküdött, akár életük árán is tovább harcolnak Magyarország szabadságáért. Bevetették magukat a mecseki erdőkbe, és partizán módszerekkel támadták a Vörös Hadsereg katonáit. Ők voltak a mecseki láthatatlanok. A szovjetek a harckocsikkal, tankokkal nem tudtak az erdőben közlekedni, ezért nehezen tudták felvenni a küzdelmet az utolsó forradalmárokkal. A mecseki láthatatlanok még hetekig harcoltak Magyarországért. Az 1956-os forradalom október 23-án készült képei. Emberek ezrei vonultak az utcán szabadságot követelve. November 4-én aztán leverték a forradalmat. Az 56-os forradalomról és szabadságharcról a legtöbb embernek a romos budapesti utcák, a kiégett tankok jutnak eszébe. Tény, hogy a legsúlyosabb harcok a fővárosban zajlottak, de volt egy Pécs környéki néhány ezer fős csapat, amely a forradalom leverése után még hetekig tovább harcolt. Ők voltak a mecseki láthatatlanok. Még minden forradalomban, így 1956 után is voltak olyanok, akik úgy ítélték meg, hogy semmiképpen sem adják fel a harcot, és megkísérlik azt, hogy megpróbálják elszigetelt módon továbbvinni a forradalom ügyét. Ez esetben arról van szó, hogy a mecsekbe húzódtak vissza számosan, döntően Pécsről, Komlóról és a környékéről, őket hívjuk a mecseki láthatatlanoknak. De ezt a nevet utólag ragasztották rájuk, részben azért, mert nagyon nehéz volt konkrétan tettel érni azt, hogy ők kik, mik, hol vannak, mit csinálnak, hogyan kísérlik meg az ellenállást. A létszámuk pedig folyamatosan változott, a csúcson állítólag több ezeren is voltak, de ezt majdnem megint csak lehetetlen pontosan megmondani. A mecseki láthatatlanok nem adták fel, bár tudták, hogy leverték a forradalmat, ők tovább küzdöttek Magyarország szabadságáért. A történész azt mondta, hogy talán érezték, hogy nincs esélyük, de megfogadták, az utolsó vérükig harcolnak a hazájukért. Ők felesküdtek valamire, nevezetesen Magyarország szabadságára, és ezt igyekeznek a végsőkig szem előtt tartani, illetve kiharcolni. Tehát ők nem azt mérlegelték, hogy mennyi az esélyük, azt mérlegelték, hogy mi a céljuk, mire esküdtek föl. Fennmaradtak olyan emlékezések is, ha az én emlékezetem nem csal, hogy megfogadták, hogy akár az életük árán is küzdenek, tehát a végsőkig kitartanak. A mecsekben rejtőzködő harcosokra a szovjetek is felfigyeltek, el is indultak az erdő felé. Az ellenállók azonban több páncélost harcképtelenné tettek, és sok szovjet katonát megsebesítettek. A sikerük a helyismereten és a leleményességükön múlott. Volt, amikor olajjal öntötték le a meredek hegyi utakat, amelyekről a harckocsik megcsúsztak és leborultak. A pécsváradi laktanyát meg is támadták konkrétan, aminek következtében az egyik vezetőjük Málics Ottó halálos lövést kapott, de voltak halálos áldozatok szovjet oldalon is, tehát aktív támadó jellegű ellenállást képzeltek el. Ugyanakkor természetesen a puszta létük, illetve a tevékenységük az kivívta a szovjet fél figyelmét is. Ebből következően a Vörös Hadsereg alakulatai pedig vadásztak a mecseki láthatatlanokra. A szovjet csapatok nehezen tudták a mecseki láthatatlanokat megtalálni. Katona Csaba azt mondta, egyrészt nem volt megfelelő helyismeretük, másrészt pedig a harckocsikkal nem tudtak mozogni az erdőkben. Ráadásul a mecsekben harcoló csapatok több kisebb csoportra oszlottak. A kérdés az volt, hogy ezek az emberek hol vannak, folyamatosan mozgásban voltak. Tehát az egyes csoportjaik ugye a gyülekező helyükről kapták a nevüket, így például volt Tettye vagy Csiga lépcső nevezetű csoport. De igazából ezek ilyen nagyon lazán szervezett csapatok voltak, ugye a egyes számú vezetőnek tekintett úriember Horváth Géza vagy a gazda volt, de ezt nem úgy kell elképzelni, hogy egy ember irányított mindent, hanem ezek a csapatok hol összetartottak, hol nem tartottak össze, folyamatosan változtatták a helyüket. Tehát sokkal nehezebb egy erdőben bujkáló partizán csapatot levadászni, mint mondjuk megtámadni egy laktanyát. Az 56-os forradalom utolsó harcosai november közepére jelentős veszteségeket szenvedtek. Sokuk megsebesült, vagy elfogták őket. Voltak, akik feladták a harcot és hazamentek, többen pedig megbetegedtek a hidegben. Végül alig több mint 50-en maradtak. Hát a legtöbben vagy visszatértek a polgári életbe, ha erre lehetőségük volt, de természetesen számosan kerültek aztán a bíróság elé. Megint mások igyekeztek dezertálni, volt, akinek ez sikerült is, tehát hogy külföldön képzelték el a életüket. De voltak olyanok, akik 1957 elején, tavaszán, a márciusban újra kezdjük lendületében ismét megpróbáltak szervezkedni, és hát sajnálatos módon itt már a halálos áldozatról is tudunk ismételten, tehát volt olyan ember, Petrus József, akit éppen perben halálra ítéltek.
és hogy kinevezte el az utolsó forradalmárokat mecseki láthatatlanoknak. A történész azt mondta, a Kádár korszakban ragasztották rájuk ezt a nevet. Ez a elnevezés, ez a láthatatlanok, ez arra utalt, hogy igazából semmilyen komoly eredményt nem tudtak elérni. Más kérdés, hogy azt gondolom, hogy az állampárt ezzel bokot lőtt, ugyanis ez a mecseki láthatatlanok egy kifejezetten romantikusan hangzó név, és igazából arra utal vissza, hogy mennyire eredményesen tudtak bujkálni, illetve ellenállást kifejteni. A mecseki láthatatlanoknak Pécs egyik legfestőibb táján, a Tettyén állítottak emlékművet. A gránitlapokra az utolsó 56-os forradalmárok nevét vésték.